Ihletett lelkészi tevékenységem alatt. E vers címe Csak jöjjetek. Képzeletben régi templom roskadt falai között járok, valahogy így kezdődik el a vers. A múlt üteme fülembe dobolt tompán csendesen. Szentegyházi székely paparagó művész Simó Szabolcs alkotott, amelynek neve Erdélyi Vándorok emlékműve. Erről az emlékművel azt kell tudni, hogy amint a nevében is benne van, valamiért jött létre. A világon egyedülálló módon, egyedül csak itt Verőcén, a Gyöngyök útján, ami összeköti Mária Cerket, Márka Verebéllyel, és onnan tovább Szent Inga sírjáig van ez a zarándok út. Itt azért helyeztük el ezt az emlékművet, mert tudnunk kell, hogy 1920 óta az átkos trianoni békediktátum után közel, tehát 1920-tól ma napjainkig közel 1,4 millió erdélyi magyar hagyta el szülőhazáját, valamilyen oknál fogva. Ezekre az erdélyi elvándoroltakra emlékezünk a mai napon ezzel az emlékművel, hiszen ez az 1,4 millió ember, akik Erdélyben, ha ott maradtak volna, talán azt is mondhatnám, hogy egy másképpen alakulna társadalmi szempontból is, meg morális és gazdasági szempontból a mostani Erdélyországnak a világa. Jó napot kívánok mindenkit! Hát azt gondolom már hallották, hogy a kopjafának általában mondani valója van. Én próbáltam azt jelképezni így a vándorságot meg az elszámazást összefoglalva, hogy egy idősebb embernek a kopjafa mintáját, meg egy fiatalabbnak összekötve egységként összehozni. Partigul kiindultam, színem nem volt úgy búsultam, elában meg nem volt, hogy megfagyjon. Hidegen bűdre sítettem, mert hazamban nem élhettem. Hidegen bűd, hidegen bűd, mind megetted Szemnek az ajánlaiba, s bort nem iszom, fogadásom tartja. Pálinkát nem, mert anyám nem hagyja. Vízet iszom, mikor kedvem tartja. Sost és csak úgy, ha ildesem adja. A
lelkek, ez pedig hegykőről minden településre visszajuttatjuk, hogy egy őskolos magyar fánt egy magyar településen el tudjanak ültetni, lehet ez akár hárs vagy akár tölt, hiszen ennek évszázados hagyományai vannak. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak és a megkívánsat a Gál úrnak. Nagy tisztelettel kérjük Önöket is ehhez a segítségét. Na most ezen a vonalon, ezen a frontvonalon, ami körülbelül 170 kilométert jelentett, ez nagyjából a Budapest-Szeged távolságot jelenti, nem akármilyen terepviszonyok között, jobbára a vegyes lakosságú, vagy inkább román többségű falvakon húzódott keresztül, vagy azok közelében. Milyen körülmények között tartotta a frontot? Rettenetes körülmények között, ez egyszerre vonatkozott a erdélyi télben, nyári ruházatban, rongyosan, ázva-fázva harcoló, rettenetes, a szószoros értelmében végig szabotált, és ez külön felháborító, fegyverzettel, munícióval, úgy, ahogy ellátott, de inkább el nem látott Székely hadosztály. Olyan, nem tudok más mondani, aljasságokat követtek el velük, szóval olyan gazemberségeket, hogy kibontották a anyaországból érkezett lövegcsomagot, és a lövegeken nem volt irányzék. Hát ezzel már mindent elmondtam, azt hiszem. És végül, de nem utolsó sorban, olyan körülmények között harcoltak még ezek a fiúk, hogy a létszámuk, és ez megdöbbentő, soha nem érte el a 10-10,5 ezer főt. Tehát gyakorlatilag 10 000 fő körüli volt a legnagyobb létszám. Dolgát rendezte, volt a földön, hogy Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla valahányszor adódik. Szóval, az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kettelre szemlélgette a világot, mikor egyszer csak megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan nagy bajszú, időt töltött főangyal volt ez. Olyan törzsőrmesterféle, azért is szabadott neki megszólalnia. Uram, mondotta, valami még nincsen készen. S az mi lenne, nézett az Úristen csodálkozva a legöregebb szolgájára. Az pedig kivette a szájából a csutoráspipát, és oda bökött vele Erdély fele. Ahunne, még nincsen rajta senki. Az úr oda nézett, s hát abbizalakatlan volt egészen, pedig csodaszép kis országnak ígérkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. No, vár csak, mondta,
és elkezdett kotorni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart még, azokat leszórta a völgyekben, a másik zsebében meg valami románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket. Így né, mondotta, ezzel is megvolnánk. De az öreg csak csóválta a fejét. Hásze, jó, jó, ez megvolna, de valami azért még mindig hibázik. Hibázik? Hát mi a szemed világa hibázik? Hökkent meg az úr. Hásze, emberek azok most már vannak instálon, okoskodott a vén főangyal. Na de ki fogod dolgozni? Mi? Hogy ki fogod dolgozni? Hát a magyarok a völgyekbe, s a románok a hegyek között. De az öreg csak csóválta a fejét. A magyarok, azok uraskodni fognak, a románok, azok hanyat hevernek, s bámulják léptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból, s a felhőbámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy hergedik egymást. Valakinek dolgozni is kell. Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a lájbi zsebébe, s kirántotta onnan a szászt. Na, lökte oda nagy bosszúsan a magyarok s a románok közé. Itt van, né? Ez majd dolgozik helyettük is. De a vén okvetetlenkedő újra csak megvakarta a fejét. Hásze, jó, jó, ez megvolna, de valami azért még mindig hibázik. Mi a keserűség hibázik most már? Mérgelődött meg az úr ekkora konokságon. Hásze, ide nézzen, uram, bögdöste az öreg a pipáját eltéfele. A magyar uraskodik, s veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket, és veszekszik a magyarral. Na ugye? A szász, ez dolgozik, ez igaz, s a veszekedésben mindig amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de kinek lesz haszna belőle? A szász az fösvény, uram, annak szőrös a lelke. Köl még valaki, akinek esze is van, meg szíve is, s valamicskét a munkához is ért, mert különben elviszi az ördög az egészet. Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, mint hogy ez éppen így igaz, s mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt. Csináltuk 12 éve töretlenül,
első 7 évben édesanyám nagyon-nagyon nagy segítség volt, 5 éve elmondt, és azóta én ugyanazt viszem tovább. A 12 év alatt sikerült Kárpátalján 6 magyar falu, 6 óvodáját felújítani a Pannóktól a Kéményig. Erdélybe egy óvodát felújítani, 3 templomtetőzásban vettünk részt, egy új imaházat építettünk egy falunak, és 7 településnek, a Szamosmentén egy magyar oktatási központ, mely úgy tűnik most szeptemberben végre megnyitott. Alapítványunk teljes neve az Erdélyi Helikon, Marosvécsi Kemény Alapítvány. Mivel most alakultunk, ugye eddigi tevékenységünkről még nem nagyon tudok beszámolni, de remélhetőleg hamarosan megkezdjük főleg a népszerűsítő tevékenységünket, amelyel mindezeknek a feladatköröknek és a hozzátartozó témáknak a népszerűségét szeretnénk megvalósítani, ugyanakkor kutatását, felkutatását és ápolását. Hát van egy alapítvány Erdélyben is, aki hasonló témakörökkel foglalkozik. Ez a Marosvécsi Helikon Kemény Alapítvány. Ez az alapítvány, ez jóformán ugyanezeket a témaköröket és célkitűzéseket szeretné megvalósítani, és ezekkel foglalkozik. Hát szerintem nagyjából ennyi szeretnék. Még 2-3 olyan kapcsolódási pontot is megemlítenék, ami mindenképp az alapítvány fontos feladatai közé tartozik. Állítjátok. Mert kérdették tőlem, hogy milyen meséket tudok, hány féleképpen lehet mesélni, mert ugye amikor a leánkacska olyan kicsi bubacska, akkor az ember lefektet is mond neki egy mesét. De amikor a leányocska olyan 16-18 esztendős, akkor az előbb mond az ember egy mesét, utána fekteti le. De azonnal barátom, ott aztán mese nincs. Hát úgy gondolom, hogy ez mese bévezetőnek ez ennyi elég, ugye? Hát én készítettem egy puskát, hogy ne menjen el a nyelven másik irányba. Mert ugye úgy volt az anti világ, hogy amikor jó Isten megteremtette a földet, ugye megpihens. Megteremtette az embert, esmény megpihens, megteremtette az asszonna, onnantól kezdve se Istennek, se embernek nincsen nyugodalma. És így amikor a jó Isten Ádámot megteremtette, hát ugye örvendett a jó Isten neki, hogy sikerült embert teremteni, és ugye neki is adott minden, neki ott a szép nagy paradicsomkertet, de látta, hogy Ádám egyáltalán nem örvend. Azt mondja, jaj, hát mi a rossz nyavaja öli ezt az Ádámot? Hát nem, minden neki adtam, ezt neki semmi. Hát ugyan viszont mi lehet a baj? És gondolta jó Isten, hogy lehet valamiféle társ kéne neki. Na, akkor bement az öreg a műhelybe, hogy megnézze, hogy miféle anyag maradott a világteremtéséből. Hát ott volt mindenféle maradék. Volt a kígyók simulékonyságából, az oroszlán kegyetlenségiből, nyulacskák félénkségéből, őzikék szerítségéből, madarkák csertességéből, de mindenből ebben csak egy kevéskány szilakocska maradott. Na, akkor gondolt egyet a jó Isten, és elavította Ádámot, egy darabot kivett az oldalába, és ezekkel a maradékokkal összegyúrtas, elkészült évacska, jaj, hallják, erről szépre sikeredett, örvendett a jó Isten. Megfogta évacska, és így ne, leállította Ádám közelébe, és várta, hogy mi történjedik. Ugye Ádám aludt egy jut, mikor megébredett, hát szemeit kezdte dürüszölni, és jaj, mikor meglátta maga mellett évacskát, hát annak az esze szinte kirekedett. Csak kezdte kerülni évacskát. Csak áltott, nagy ártatlan, pillogtatott. De
Ádám addig kécinkedett, hogy Jocska esleg változott, kezdták játszodni. Úgy játszottak, hogy vitték el áját. A jó Isten örvendes, ott ott öljék egymást, hogy játszodjanak. Nem tűnt belé egy híd, hallják el. Hájtszer csak Ivocska kezdett ellenkezni, és kezdtek veszekedni, mert ugye úgy van, amíg a Leán nem menjen férhez, addig ilyen kicsikáján eperforma kicsi piros veres szájucskája van. De amikor férhez menjen, az emberből belemenjen az ész az asszonyba, és akkora pufáj lesznek, hogy egyik fülitől elér a másikig, hát Ivocskának és hajak akkora pufáj lettek, mint egy sárkának. Megfogta Ádám, s vitte vissza a Jóisten, ez uram, bedd vissza, már örök ki, csak veszekedik. Jóisten ezzel ráncolt a szemüldök, és ugye visszavette Ivocskács. Ugye elódolgott Ádám, menjen ides tova, súcsa kapta helyics. Menjen vissza, jó Isten, jaj, uram, atyám, úgy restellem a pufámot. Lehet, add vissza nekem ezt a fejénépet, mert nincs semminek, se íze, se bűze. Na, jó Isten, ásment esze, úszta a szemüldökics, visszaadta Ivocskát. Jaj, olyan öröm volt, hogy úgy játszottak, hogy vitték el a helyet, jó Isten, ásment törben, és hadd, hogy játszodjanak. Nem tört belé három nap, hallják el. Nézzen ki a jó Isten az ablakosa, Ádám hozza az asszon, uram, bedd vissza, már ezen meg szájval. Ott egyes, akkor se veszem vissza. Én nem bánom, mit csináltok, úgy igazítsátok a dolgot, hogy jó legyen. Te tűrnek is, ő tűrjön neked. De nekem aztán ne panaszkodjatok. Hát ugye akkor nem volt mit tenni. Megfogta Ádám Ivocskának a kezét. Elódologtak nagy lógó orval, s azóta kínlódik az ember az asszonyval, mert se vele nem jó szerint. És a bátyám föltette a kérdést, hogy jó napot kívánok, hova visz ez az út. És az öreg megállt, és így ránk nézett, és azt mondta, hogy itt Nagymedeséren az utak nem visznek sehova, itt magunk megyünk. És gyakorlatilag, szóval, hogy én így vagyok ezzel a könyvvel is. Ez már én nem viszem tovább. Ez egy letett, édesapám szerint, halkan mondva könyvecske, fiam, tehát ez csak egy könyvecske. Úgyhogy én tényleg szeretettel ajánlom mindenkinek, akit érdekel, és remélem, hogy tetszik. Mit adjak át, uram, jóságodért? Hány 8000-es súcsot akarsz még megmászni?
Hát itt a föld legmagasabb csúcsai azok 8000 méter fölé emelkednek, 14 darab ilyen hegycsúcs van, és nekem 8 darabra sikerült már feljutnom, tehát a felén egy kicsit már túl vagyok, de vannak nagyon nehéz mászások mögöttem, és hát remélem még előttem is. Tehát ugye én nekem mindig is ezek voltak a tervek, hogy ezek a legnagyobb hegyeken ott nagy teljesítményeket elérni. Tehát én nekem azért sikerült világszintű teljesítményeket elérni, és az az, az én motiváló dolog. Most tudnom kell egy új fizikai állapottal megtalálni újra azt, hogy mire vagyok képes. Elneveztük rá a expedíciónak az idei tervünket. Ott, hogyha sikeres vagyok, az nekem újra egy nagyon motiváló dolog lesz, hogy akkor vissza tudok jól térni, mert itt én nem tudok teljes értékű lenni semmiképp az idei helyzetben, tehát azt el kell tudni fogadni, hogy még én sem tudok egy baleset után nem egész egy évvel, tehát több mint fél évvel utána jelentős teljesítményt elérni, de a következő évekre már vissza szivároghatnak azok a jelentős tervek, amik megvoltak. Tehát ugye még a Csomó-Lukmára is szeretnék egy nehezebb utat mászni, még a K2-re, ami a legnehezebben mászható hegycsúcs, tehát sok ilyen terv van. Most azért még ki kell tapasztalnom azt, hogy mit szabad. Tehát a hegymászás mindig erről szólt, hogy az embernek vannak vágyai, de tudnunk kell a realitásokhoz jól összeilleszteni a vágyainkat. Ilyen fesztivál, amit szervezed, igaz? Így van, negyedik fesztivál. Beszéljünk az összes négyről, hogy akkor tudsz átlagot vonni, hogy mennyire jó, mennyire nem jó egy ilyen. Illetve, miért gondoltad, hogy egy ilyen fesztivál sorozatot, ugye minden évben csinálod ezt, elkezdesz szervezni? Jó, az utóbbi kérdésedel kezdeném. A kezdetek kezdetén nem gondoltam volna, hogy több éven keresztül fog egyébként ismételten megrendelésre kerülni az Erdély Ország az Élhazám rendezvényünk. Amikor 2007. augusztus 18-án elsőként lobogott itt a távolon belül, a csatogóvői távolon belül a fesztiválnak a jelképes lobogója, akkor én úgy gondoltam, hogy egyet, de tartalmasat megalkotok társaimmal, és aztán majd, jó Isten, ha úgy akarja, akkor esetleg minden évben megrendezzük esetleg ezt a bizonyos rendezvényt, ami nem másról szól, Erdélyből elszáradottak, Erdély szerelmesének nagy találkozójáról. Tehát ez volt 2007-ben, és mivel 2007. augusztus 20-án az úgynevezett Gyurcsányi átok során volt az a bizonyos hatalmas nagy szélvihar jégesővel tetézve, ami minket se hagyott ki, annak ellenére megúszva ezt a bizonyos nagy isteni nyilalatot, úgy gondoltuk, hogy meg fogjuk tartani 2008-ban ismételten, július első hétvégén ezt a hármas rendezvényt. És akkor már azért határoztuk így, mert rengetegen jelezték, hogy ennek helye van itt a Velőcén. És utána pedig ugye 2008 a Vas Albert éve volt, és utána adta magát, hogy jövő évben egy másik fajta típusú célkitűzés alapján rendezzük meg. És ma már ott tartunk, hogy idén 70 program közül lehetett válogatni, amelyben a központi téma természetesen Erdély volt. Erdély története, gazdasága, filozófiája, transzilvanizmusa, megfelelő személyek, akik Erdélyből elszármaztak, vagy leszármaztak, Kanadától, Amerikától, Franciaországon keresztül sok mindenki. Én azt hallottam, hogy egy személyben vagy lelke és motorja ennek a rendezvénynek, lehet-e ezt egyedül bírni? Szerintem, hogy a Jézus Krisztus egyedül vitte a keresztet, néha kis segítséggel, ugyanúgy egyébként lehet vinni bármit. Amit Jézus megtett, senki nem tudja felülmúlni. Úgyhogy én azt mondom, hogy amit csináltam, azt nem magam csináltam, a voltak hátam mögött olyan támogatók, lelki támogatók is, egy olyan szervezet, mint például a Budapesti Székely Kör, vagy a Bátori István Kulturális Egyesület, amelyek a hátam mögött voltak, és persze jó barátok, ismerősök, akik úgymond cselekvő képességükben is, és úgymond lelkileg is támogattak ebben. Lesz-e jövőre is? Vagy ez még kérdés? Ez nagyon friss még. Először is szeretném befejezetni tenni majd ezt a fesztivált, és majd, amikor vége van, tulajdonképpen 2010. július 4-én vasárnap 23:55 perckor
akkor úgymond egy pontot teszünk az íre, és lesz két-három hónap a visszajelzések alapján, hogy eldöntsük, hogy lesz-e jövő évben vagy sem. Ez sok mindentől függ, sajnos azt kell mondjam, hogy idén kevesebben voltak, mint tavaly vagy tavaly előtt. Ennek számos oka lehet, amely okok közül kifejezetten számunkra az egyik a média hiánya. A második pedig az embereknek a úgymond visszahúzottsága. Tudni kell, hogy a jelenlegi körülmények között a gazdasági krízis és a természetbeli katasztrófák miatt az emberek nagyrészt az otthoni bajaikkal vannak elfoglalva. Emiatt úgy nézem, hogy úgy látjuk legalábbis, hogy behúzottak, és most nincsen kedvük egyébként ilyen rendezvényen részt venni. Ez a Csatogővölgy, ez tényleg egy festői szépségű környezet. Hogyha lesz, akkor gondolom jövőre is ide tervezed. Hogy sikerült megtalálni egyébként ezt a helyet? Ez a Csatogővölgy, ez kifejezetten nagy kötődésem van, hiszen én Budapesten születtem, a szüleim akkor erdélyek, székelyföldiek, és minden székely ember szereti a havasokat. És úgy látszik, nekem a génjeiben benne van a hegy szeretete, a fa szeretet, erdő szeretete. És kiskoromban egyébként erdész szerettem volna lenni, erdőmérnök. És minden hétvégén a szüleimet kértem, hogy szó szerint, hogy a pesti flaszterből vigyenek engemet az erdőben. És ez az a hely, a Börzsöny, ami kifejezetten a szívemhez közel áll. És ezt tulajdonképpen 6 éves koromtól úgymond azt kell mondjam, hogy megismerem mind a tenyeremet. És nagyon szeretem ezt a vidéket. Most a Börzsöny lábánál fekvő Csatogővölgybe vagyunk, ami kiinduló pontja a Nagyhideghegyi túraútvonalnak. És ezt mindig egyébként megjártuk szüleimmel ezt az utat, évente legalább kétszer. És ezért most kötődésem is van Csatogővölgyhöz. Illetve útörőkoromban, pionírkoromban itt voltam egy olyan táborban, az orosz-magyar megbékélés táborában, ahol orosz pionírokkal együtt, itt a jelenlévő helyen, ahol valamikor pionírtábor volt, utána majd eszpesztábor. Eltöltöttem 2 napot, a 2 hét helyett, ugyanis valamiképpen nem éreztem jól magamat. Bizonyos orosz fegyelemi rend alapján nem tudtam ezt megszokni. Nem a fegyelemmel volt baj, hanem az orosz vezérszavakkal és az orosz úgymond kötöttséggel, és ezért 14 éves koromban itt voltam, megszöktem a táborból, úgyhogy nem, és autóstoppal mentem Soroksárlajomámhoz. Úgyhogy így még személyesebben ismerem a területet. A harmadik pedig, hogy nagyon hasonlít Gyergyóalfalu környékéhez, amely a 2 hegyvidék között, a Görgényi havasok és a Gyergyói hegyvidék között fekszik. Egy kis völgység, nagyon hasonlít, és oda meg azért jártam sokat, mert a feleségem Gyergyóditról, és amikor udvaroltam, akkor végig robogtam egyébként a Trabantommal ezen a kis helyen, és mindig megálltam, és körülnéztem, és itt most azért is vagyunk itt, mert valahogy mindig vissza cseng az a motivum, amikor ezen a területen visszamentem Gyergyó szemlítósra. Hát én bízom benne, hogy jövőre is találkozunk itt, és hasonlóan színvonalas rendezvények lesznek, mint most, mert én azt láttam, hogy én az emberek arcát figyeltem, és azt láttam, hogy picit egy ilyen kicsit tényleg ilyen székelyföld varázsolódik ide ebbe a völgybe. Ahogy az emberek beszélnek egymással, a gyerekek, és a többi, tehát picit ide varázsolódik erre a 3 napra ez a hely, és ennek én is azt gondolom, hogy helye van, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg jövőre is találkozunk. Az úr beszéljen belőle. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttem. Én is köszönöm szépen.